Sokan mondják nekünk azt, hogy ez már nem az igazi KD csapat, sokan mondják azt, hogy leiratkoztak a csatornára azért, mert ugye átmentünk Twitchre. Sokan kérdezik tőlünk ott kommentben ilyen kis önkéntes menedzserek, hogy nem zavart titeket az, hogy ilyen kevesen néznek titeket, hogy sokkal kevesebb a követőtök, sokkal kevesebb a nézőszám, biztos kevesebb a bevételetek is. Nem zavar ezt titeket? Már nagyon a PlayIT-re se hívnak minket, meg ilyen rendezvényekre. Nem zavart titeket, hogy lecsúsztatok? Nagyon jól esik a törődés, hogy ennyire foglalkoznak a mi dolgainkkal, és hogyha már ennyire beleártották magukat, akkor meg szeretném őket nyugtatni, illetve meg szeretnék őket nyugtatni, hogy köszönjük szépen, jól vagyunk, és igazából olyannyira, hogy még soha nem is voltunk szerintem jobban. Sziasztok, én Kori vagyok! Sziasztok, én Dév vagyok, és ebben a videóban szeretnénk veletek egy kicsit beszélgetni. Már volt ehhez hasonló kettő videónk is, amikor ugye a Twitch volt a téma, és hát most itt az ideje annak, hogy még jobban megerősítsük a dolgokat, és beszéljünk egy kicsit arról, hogy azóta mi történt. Kicsit több mint 4 hónapja tudattuk veletek azt, hogy egy videó formájában, hogy átmenjünk YouTube-ról Twitch-re. És hát azóta azért egészen sok dolog történt, például YouTube fronton is, meg ugye Twitch fronton is. Például ugye YouTube fronton rengetegen mondták azt, hogy tényleg csalódtak bennünk, és hogy ez már nem a KD csapat, és hogy leiratkozik, és stb. Sokszor szokták nekünk ugye mondani azt, hogy miért hagytuk ott a YouTube-ot. Így van. És ez egy elég érdekes felvetés, mert hogy a YouTube-on 3 csatornánk. 3 csatornát tartunk fent. Aki nem látta, hogy 3 csatornánk is van. Én nem tudom. Tehát, hogy ugye abban a videóban megígértük nektek azt, hogy a főcsatornával is foglalkozni fogunk, és ugye nagyobb a heti 2-3 videót tudunk úgy garantálni. Hát pont nem. Azóta nincs úgy, pontosan. Ha úgy megnézzük, akkor igen. Tehát ez nem sikerült. Mentségünkre szóljon, hogy ha bár nem mentegetőzni akarunk, hogy az AutoZone csatornánkkal akkor még nem tudtuk, hogy ennyit fogunk foglalkozni. Igen. Azt mondhatom, hogy nem vár sikert alatt az a csatorna, és olyan megtekintéseket generált. Még a főcsatornán sem volt megszokott egyébként az a megtekintés, ami azon a hát már több mint 10 000-es csatornán volt. Pontosan, és ami csak néztünk. Semmiből jött elő. Egyrészt ezt annak tudjuk be, hogy voltak dolgok benne, néhány videóban, ami miatt meg lehetett osztani pozitívan és negatívan is. Másfelől az úgy is tudjuk be, hogy szeretik az emberek. Ugye, mint ahogy tudhatjátok rólunk, mindig is nagyon érdeklődtünk az autók iránt. Szerintem ez látszik. Ezt nem kell magyarázni. Ilyenkor is nem értem azt, hogy miért mondja valaki azt, hogy ezek is elkezdték XY copy-val, hogy nekik is legyen autós csatornájuk. Hát, tehát, hogy olyan emberek indítottak autós csatornát páran, így, hogyha már ez a téma, akikhez sokkal kevésbé állnak közel az autók, mint például hozzánk. Ugye mi is azokkal az autókkal foglalkozunk, amik minket érdekelnek, és vannak például csatornák, amik meg nagyon jól csinálják azt, amit csinálnak autós tematikában, és pontosan azzal foglalkoznak, ami őket érdekli. Szóval nem értem. Mi bemutatjuk azt, amit mi szeretünk lényegében, azokat az autókat, megpróbáljuk, hát lesz egy pár szerintem, ami nem áll hozzánk közel, de... Viszont szeretnénk minél többet. Így van. Több irányba elhaladni. Ez nem az a csatorna, ahol paródiák, ahol gameplayek kerülnek föl, hanem ahol lényegében, hát ha nem is szakszerűen, de tényleg... Hát amit mi tudunk lényegében saját vélemény. Igen, fanatikus. Autószerelmes, autóbuzi, akár is hívjuk, ként bemutatni és beszélni autókról. Ez a csatorna tényleg egy olyan startot nyomott, amire senki sem számított, és ez nekünk rengeteg erőt adott ahhoz, hogy dolgozzunk rajta, és folyamatosan nagyon sok videó, nagyon sok lehetőséget nyitunk meg, indulunk el az irányába, valósítunk meg, ezt ott láthatjátok is. Szóval... És kipróbáltunk rengeteg autót, amihez valószínűleg soha életünkben nem jutottunk volna oda. Igen. Hogyha ezt nem indítjuk el. Szóval tényleg ez nekünk is lehetőség, is jó. És nektek is. Azon kívül ott van a KD Twitch archívum, ami lényegében hát nem nagy munkát igényel, lássuk be, viszont azt is rendezni kell, azt is rendszerezni kell, minden nap törődni kell vele. Ugye fontos, hogy a Twitchről minden egyes live átkerüljön YouTube-ra, ez nem mindig olyan könnyű, mint amilyennek hangzik.
pláne nem, hogyha az ember 2K-ban szeretné ezt megtenni. Meg az összes zenét letiltotta benne a világszerte a YouTube. Az a másik. Nem könnyű. Ez a lényeg. És szerintem az a csatorna is nagyon jól működik, egyre jobban, egyre több ember talál rá, és lényegében teljes mértékben egy játék videók gyűjtőhelye, és mindenki arra cuppan rá, ami éppen őt érdekli, amit ő szeret. Ja. És hogyha még büdös is volt neki az a tény, hogy átjön Twitch-re, teljes mértékben is megteheti, ami miatt mi nem neheztelünk rá, csak nem teljesen értjük ezt a hozzáállást még mindig, hogy miért nem lehet tenni pár lépést. Egy másik linket kell megnyitni igazából. Egy másik irány, pontosan. Azon kívül valamennyire azért főcsatornán is van tartalom, tényleg pofátlanul kevés. De ha, hát a videótartalom nem lett kevesebb, mint az elmúlt 1-2 évben, mert live voltunk. Mert live voltunk, igen. Igen, tehát videótartalom nem lett kevesebb. Tehát csak most feltöttenénk így... ugyanoda a vodokat, akkor... Az undorítom. Hát, igen, de ugyanaz lenne valószínűleg, illetve hát még több. Tehát pofátlanul kevés, de... Most mutatkozott meg igazán az, hogy most, hogy már a live-ok átkerültek egy másik platformra, vagy igazából mennyi videót is csinálunk, már ez egy jó ideje, nem megy nekünk annyira ez a gameplay videó gyártás, és hát ja. Valahogy ez a 6 évnyi várakozás a megfelelő internetre és gépre, hogy tudjunk live-olni, szerintem ez miatt most kiéljük, vágyunkat. Pontosan. Talán még jobban is, mint kéne, és mégsem megyünk ki tőle, szóval ez kifejezetten pozitív. Azt hiszem, hogy ezért tényleg elnézést kell kérnünk, viszont igyekszünk. Nem tudunk mindenhova próbálunk megcsinálni. És igen, hogyha úgy érzed, hogy itt kevés a tartalom, és kevés van belőlünk, akkor nézz föl az AutoZone csatornára, nézz föl... Ott sincs rengeteg tartalom, nincs, de igyekszünk. Megesik itt is, megesik ott is egy-kettő videó, illetve nézz fel akár egy Twitch archívumra, hogyha még esetleg még kell belőlünk, és amúgy felnézhetsz Twitch-re is, hogyha... Ott minden nap ott vagyunk, tehát nem azért, hogy... Hogyha látni szeretnél minket. És tényleg így 4 hónap táblatából teljes mértékben azt mondhatjuk, hogy örülünk annak, hogy átmentünk Twitch-re, egyáltalán nem csalódtunk benne, és meg többet is kaptunk ott, mint amennyit vártunk a lényegében ettől az egész helyzettől. Ugye nagyon sokan átmigráltak Twitch-re, YouTube-ról. Ez teljes mértékben megérthető, hiszen a YouTube olyan, szerintem senki nem tudja, hogy milyen irányba halad. Ezt még olyan emberektől is hallom, akik szakmailag foglalkoznak a YouTube-ban, mint felület, hogy ők sem tudják, hogy mi történik. De egy biztos, nem a gaming irányba megy. Tehát, hogy az biztos. Innentől kezdve ez a változás egy gameplay csatornának teljes mértékben logikus lehet. Ezt sokan meglépték, sokaknak beváltotta a hozzáfűzött reményeket, sokaknak nem, ezért padhelyzet alakult ki. Mi nagyon örülünk annak, hogy abban a rétegbe tartozunk, akik megnyugodhatnak azzal ott, ahol most vannak, és tényleg egy olyan közösséget tudtunk kiépíteni, ami egymással játszik, ami egymással szórakozik, ami fönntartja magát, ami működik, ami rajtunk kívül is tevékenykedik, ami segít egymásnak, ami összetart, amivel külön találkozókat tudunk leszervezni úgy, mint emberek az emberekkel, semmi videós nézővel, ahol együtt tudunk... baráti közösség van már ott egyébként. Pontosan, ahol tényleg egy egyszerű baráti közösség, ami marha nagy. És tényleg vannak olyan emberek, akik már egészen az eleje óta hozzátesznek ahhoz, hogy ez az egész működjön. Nem sorolnám fel a neveket, szerintem mindenki tudja magáról, hogy ki az, akiről beszélek, hogy akik már egészen amióta itt vagyunk Twitch-en, azóta itt vannak és tartsák bennünk a lelket. Rengeteg ilyen van, nagyon sokan vagytok, és az ilyen emberek általában is kapták a veterán rangot ugye Discordon. Nem arra a rangra határolnám be ezeknek az embereknek a tömegét, viszont ez például eléggé jól elárulja, hogy akik ott megkapták azt, hogy veterán, ők tényleg igazán veteránok ebben a közösségben, és nem egy nézői közösségben, hanem egy közösségben, amire azt lehet mondani egy közösség. Továbbra is azt mondhatjuk, hogy várjuk azt, hogy streamelhessünk, ugye Twitch-re meg tudunk valósítani olyanokat, amiket YouTube-on nem.
hogy például, egyszerű példa, elkezdtünk itt egy Forma 1-es sorozatot, amit szerintem mindenket nagyon élvezünk, mondjuk te egy szarkormánnyal kevésbé. De nagyon fun, nagyon szeretjük, mindig is nagyon szerettük, és ezt például YouTube-on nem tudtuk megvalósítani, hiszen amikor már egyszer-kétszer próbálkoztunk vele, azt láttuk, hogy nézték az ARK-t, Forrest-t több ezren, az pedig pár százan. Akkor teljes mértékben elvette tőle a kedvünket, viszont amikor átmentünk Twitch-re, mindenfajta ilyen szám iránti mániánkról lemondtunk, ami már nagyon ránk fért. Muszáj volt. Valóban, igen. És jól is esett, kellett. És egyébként egyrészt meglepően sokan nézik, tehát itt nincsen arányaiban különbség. Mert ugye azt az elvet követjük már az elej óta, hogy azt csináljuk, amit szeretnénk, és akkor olyan emberek gyűlnek körénk, akik azt szeretik, amit csinálunk, és ez teljes mértékben működik, és annak ellenére, hogy itt kifejezetten sikeresnek mondható az a sorozatunk, annak ellenére van olyan sorozatunk, amit kifejezetten kevesen néznek, és még akkor is csináljuk, mert egyszerűen szeretjük, és tényleg azon kívül, hogyha már megtekintésekről beszélünk, ebben is növekszik a Twitch csatornánk, már nagyjából 200 körülbelül jártak nézővel büszkélkedhetünk, ami nem kevés, kifejezetten nem kevés, folyamatosan egyre több lesz, és folyamatosan egyre bővül az emberek sokassága ott. Ezen kívül már több mint 80 ember döntött úgy, hogy havi szinten támogatja a csatornánkat, mint feliratkozó, ami ugye nem egyenlő a follow-val, ami YouTube-on a feliratkozás. Ez, igen. Itt a feliratkozás pénzért van, azt tisztázom. Pontosan azért, hogy minket azzal támogathasson, és ugye ez nagyon sokat segít nekünk abban a dologban, hogy amikor ugye meghoztuk azt a döntést, hogy eltérünk Twitch-re, akkor áldozatot kellett hoznunk abba, hogy, hogy sok mindenről, sok bevételi forrással lemondjunk, visszavegyünk a Draxi-ból lényegében, és mindegy egy feliratkozóval közelebb vagyunk ahhoz a célhoz, hogy a lehető legjobban kijelentessük azt, hogy a Twitch-re való átállásunk pénzbeni visszaesést már semmilyen formában nem követel, mert lassan már tényleg erre a szintre tudjuk felhozni, és ez is fontos, hiszen a munkánk, és nekünk is élni kell valamivel, mondta, hogy mindenki. Tehát, hogyha most elmennénk mellette dolgozni, akkor nem maradna idő erre, és akkor nektek is rossz, meg nekünk is, tehát ezért kellett ezt valahogy megoldani. Tényleg új sikereket tudunk ott elérni, akár közösen, akár egyesével. Én például nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök annak, hogy a My Summer Car sorozatom ennyire felkapott volt, és ennyire sokan követték. Tényleg az egy nagyon nagy élmény volt azt a játékot végig szenvedni, vagy kevésbé szenvedni. Cody rengeteget szokott játszani a nézőkkel, ami az YouTube-on teljes mértékben lehetetlen volt. Így ennek is egy teljes mértékben közösség kovácsoló ereje van. Azon kívül pedig a közös sorozataink ugyanúgy mennek tovább, itt is nemrégiben újra végig nyomtuk a Forrest-et, aminek újra mi is újra tudtunk örülni, illetve ti is rengetegen követtétek a sorozatot. Szóval ARK-t is itt nyomjuk például. Ja, újabbak, régebbi játékok, minden ugyanúgy. Most pedig nem sokára újra tervezzük elővenni a Farming Simulator-t. Például akkor is, amikor majd egy hosszabb live-ot is, inkább live maraton tervezünk a jövőben, erről majd nem sokára beszélünk, de ez majd még legyen a videó végére, de eléggé király lesz. Tehát a Twitch nagyon jó hatása van ránk is, és az emberekre is, a nézőinkre is, szóval mi mindig mindenkinek azt mondjuk, hogy adjanak neki egy esélyt, és ne zárkozzanak el tőle. Tudom, megígértem azt, hogy lesz egy Twitch tutorial. Nem teljesen gondoltam át ennek a kijelentésnek a valóság alapját, mert tehát, hogy csinálni egy platformra egy tutorial videót azért ez egy kicsit erős. Valamilyen formában szerintem ezt még én meg fogom valósítani egyszer. Viszont most, hogy azért meg sem csinálják teljesen seget a számból, leírásban ott lesz egy hosszabb kis regény, amelyben minden alapabb dolgot, tehát ami csak eszembe jut, elmagyarázok a Twitch-el kapcsolatban, mit tudom én, feliratkozás és a follow közötti különbség, a Twitch Prime, mint idegen fogalom, a csírek, az, hogy miért játszik egy másik bácsi a mi csatornánkon? Pontosan. Tehát a host, hogy volt már egyébként ilyen, hogy valaki feljött a csatornák, ugye megnyitott a linket, és akkor odaért a kommentbe, hogy
miért más üzé live volt a csatornát mondtam. Tisztázni kell ezt is. Meg hogy... Nincs ezzel baj, mert én sem értettem elején, de tisztázni kell. Még aki is van írva, hogy a KD csapat hostolja a kurvás például. És azon felül pedig például az, hogy hogyan lehet live nézés közben, tehát aktív live-ot már eleve, már egyből visszanézni, stb. Tehát mindennek ilyeneket ott alul leírok, szóval, hogyha érdekel, akkor kattanj rá, és olvasd el, ez egy nagy segítség lehet arra, hogy ha esetleg YouTube-ról át szeretnél nézni, Twitch-re is. Így szerintem mondanom sem kell, hogy maradunk ebben a felállásban, ahogy most haladunk. Próbálunk minél többet tenni minden helyen, tehát tényleg az Autózone csatornával is, és illetve a főcsatornával is minél többet foglalkozni. Rajta vagyunk, illetve nagyon fontos, hogy ugye legutóbbi videóban mondtuk, hogy lesz majd egy rendszeressége a Twitch live-oknak, és elérkezett az idő, amikor lesz rendszere a Twitch live-oknak. És ezt szeretnénk nektek elmondani. Szóval, hogyha valakinek azzal lenne problémája, hogy nem tudja, hogy mikor vagyunk ott élőben, hogy összebiztoság van, ez valamilyen szinten igaz is, és valamilyen szinten most már nem, akkor most nagyon jól figyeljen, hiszen próbáljuk ehhez az időtervhez minél jobban tartani magunkat, illetve ez a felálláshoz, mert nem minden függ, nem minden van időhöz kötve, azért még így sem. Nyilván lesznek olyan napok, amikor ez nem fog összejönni, de általában Discordra vagy Facebookra ki szoktuk írni, hogyha mit tudom én, aznap nem lesz live, vagy valami hasonló. Ja, vagy ha később lesz, vagy valami, vagy ez... később. Igen, ezt próbáljuk bevezetni Discord generálba, amikor mindig kiírunk. Így van. Szóval Discord is egyébként egy jó hely. Tehát, akkor kezdjük szépen sorjába. Minden hét szépen be lesz táblázva, mint egy munkaidő, hiszen nekünk ez munka, így szükségünk van munka kezdési időre, munka hosszra, idő hosszra, illetve munkaszüneti napra, mert nem vagyunk robotok. Akkor kezdjük az első nappal, hétfő. Hétfőn közös live van, amikor együtt Cody és Dave együtt streamel valami játékot, mint ahogyan az a régi Good Old Days-be volt itt a YouTube-on, tehát amikor nincsen felbomolva a KD csapat, amikor a KD csapat ugyanaz a KD csapat, mint eddig volt, együtt streamel, együtt játszik, ARK-ezik, akár forrasztozik, akár raftozik, akár bármit csinál, akár formegyezik, vagy bármi újat, ami a jövőben érkezik, közösen live-ol 4 órától. Oxi? Tehát délután 4-től. Hétfő délután 4-től, nagyjából egy 3-4 órás streamekre lehet ilyenkor számítani, vagy több. Hát attól függ, mennyire vagyunk benne a játékban éppen, vagy mit csinálunk benne. Ez éppen vagy mennyire untuk, megégtünk itt tőle. Ja, így akár 3 óra alá is bemehetünk, de az nagyon ritka. Ezen a napon, amikor közös streamünk van, így csak 3 órát streamelünk, 3-4 órát, ha csak nem túlórázunk. Tehát ezen kívül... tehát ezen kívül van időnk másra is. Így felhasználjuk az időnket arra, hogy foglalkozzunk a főcsatornával, foglalkozzunk az Autózone csatornával, foglalkozzunk a KD Twitch archívummal, egyéb más videós dolgokkal, tehát az nap még a napunkból legalább egy 3-4 óra a közös streamek napján azzal telik, hogy ilyen más egyéb dolgokkal foglalkozunk. Azon kívül jön a keddi nap. Ez egy másik felállást követ. A keddi napon bomlik szét a KD csapat. Pontosan. Akkor már nem az igazi KD csapat, ami régen akkor volt. Mindenki leiratkozik. Rohadjuk meg. Pontosan. Hétfőn mindenki feliratkozik, utána kedre leiratkozik, utána majd szerdán újra feliratkozik. Hiszen kedden én jövök külön 3 órás streammel, és Cody jön külön 3 órás streammel. Illetve pont fordítva, mert te szoktál előbb kezdeni. Hát inkább. Az éjjeli bagoly. Szóval a lényeg az, hogy általában Cody délután, tehát itt nincsen fix kezdési időpont. Nincsen fix hossz, csak minimum hossz. Ez attól is függ egyébként, hogy mit tudom én reggel, vagy délután el kell mondjuk mennem valahova, akkor lehet, hogy reggel kezdek előtte, vagy utána megoldjuk, és akkor Dávid majd hajnalba elkezdi, de olyan nem nagyon szokott lenni. De. Vagy pont fordít, vagy reggel nem érek rá, és akkor délután kell kezdeni. Ez így van, vagy esetleg pont megcseréljük vagy a dolgot, vagy valami. Tehát olyankor rugalmasak vagyunk. Tényleg olyankor az a lényeg, hogy várhatók vagyunk kedden, valamikor Cody is 3 órával, és én is 3 órával. Lehet, hogy az enyémből végül 4 óra lesz, 5 óra lesz, 6 óra lesz, lehet a Codyéből végül 4 óra lesz, vagy
2 óra 50 perc, tehát hogy a lényeg az, hogy ez van így belőve, ez van így cél előtt, viszont sajnos hát mi is élünk, megyünk erre, arra csinálnunk kell ezt, azt, tehát van életünk. Én azért mondom, hogy közben jön valami, amikor... Így nem nagyon tehetjük meg azt, hogy akkorra is betáblázzuk a fix kezdést, mert csak egy szünetnapunk van, és az sem, majd meglátjátok. Tehát kedd az ilyen, akkor is 3 óra, én is 3 óra, közös live, nincs, legalábbis megeshet, de biztos, hogy nem egy olyan sorozatot fogunk folytatni, amit hétfőn szoktunk játszani. Tehát mondjuk egy PUBG-ba, hogyha én elkezdek PUBG-zni, és akkor mondom Dávidnak, hogy jöjjön, valami, igen. Akkor együtt live-olunk. Előfordulhat, de... De azon kívül még... Jöhetsz te is este. Pontosan. Tehát ez nem olyan közös live, mint hétfőn. Pontosan. Teljesen. Free. Ennyi a kiketésig. Azon kívül szerda, amikor újra közös stream van, amikor újra ugyanaz a felállást, foglalkozunk a csatornával is, illetve 3-4 órát, 4 órától, 4 órás kezdéssel jövünk és streamelünk. Tehát ugyanaz, mint hétfő. Utána jön csütörtök, ami meglepő, de ugyanaz, mint kett. Mind a ketten jövünk 3-3 órával, közvetlen kezdéssel, de próbáljuk minimum a 3 órát az betartani nektek. Éppenséggel, amilyen játékhoz kedvünk van, azzal jövünk. Utána jön péntek, ami olyan, mint hétfő is, szerda. Szóval nem kell túl sok mindent megígézni, ugyebár csak az, hogy mikor milyen jellegű van. Akkor is újra közös live pénteken, például mostanában pénteken szoktuk tartani a Forma 1-es live-okat, akkor szoktunk menni mindig egy-egy verseny hétvégével tovább. De ez majd változhat, hát, mert is vége lesz, és akkor pontosan, tehát hogy a lényeg, hogy akkor közös live 4 órási kezdéssel. Utána jön szombat. A péntek. Bocsánat, tényleg. Még jó, hogy itt vagy. Igen, közben itt szerintem valahol írjuk majd, talán itt lent. Péntek közös live, és egy ilyen 3 órás bulira lehet számítani, viszont pénteken 2 órától 5 óráig. Ezen sokat vergődtünk, hogy hogyan is oldjuk meg, végül is így oldottuk meg, hogy aznap 2-től, ez ki is ment már most a fejemre. Jó lesz az a lényeg! 2-től, oké. Okay. Aztán jön a szombat, amikor is lényegében már elindult a hétvége, amikor is az emberek pihennek, amikor is az emberek otthon vannak, akik dolgoznak, akik suliznak, akik éppen nem, akkor vannak műszakban, és hát mi is mondhatnánk azt, hogy na akkor mi is pihenünk, viszont mi akkor dolgozunk, amikor ti pihentek. Mert amikor ti dolgoztok, nem tudjátok nézni, ahogy mi dolgozunk. És nem magunknak live-olunk. Igen, hanem nektek, szóval így egy ilyen nehézségünk van, amiről már beszéltünk is, hogy nekünk akkor kell dolgozni, amikor ti nem dolgoztok, és így a hétvégét kihagyni szerintem hatalmas butaság lenne. Ezért is nehéz nekünk egyébként magánéleti dolgokat elintézni, mert mindenki más rendesen dolgozik, nem úgy, mint mi, és akkor... És akkor mi akkor nem érünk rá, meg rők. Igen. Ez így van. Ezért nehéz. Viszont erre valami megoldás mégis kellett, szóval valamilyen szünet jelleg kell. És azért döntöttünk úgy, hogy jó, akkor hétvége, legyen szünet, de mégse. Szombaton én érkezek 6 órányi live-on, vagy több, amikor is, pontosan ez általában úgy szokott kinézni, hogy van egy 3-4 órás live, meg mondjuk egy 2-3 órás live, vagy 3-2 órás live, vagy bármi. Egy délután, egy este, vagy egy belenyomom, tök mindegy. A lényeg az, hogy a cél az, hogy 6 órányi stream tartalom tőlem. Kodi aznap szabadnapos, Kodi aznap megy, amelyre lát. Én ott van, napozok. Élvezi a hétvégéjét, élvezi azt az egy nap. Vagy itt ülök melletted, mert nem tudok semmit csinálni otthon. Olyan is van, de... Élvezi azt az egy nap pihenőt, ami van neki. Utána jönne vasárnap, amikor ugyanez csak megfordítva, én pihenek otthon, vagy valahol máshol, tök mindegy, vagy ideként ülök. Kodi pedig 6 óra stream tartalommal érkezik, és szórakozott titeket. Jelen esetben sincs fix kezdési időpont. Igen, ez csak a fix hossz, fix minimum hossz. Csak hogy vagyunk, leszünk. Ez így van. That's all. És ez ismétlődik, ugye? És ez ismétlődik. Változások azok olykor kell, hogy legyenek. Mondjuk mit tudom, hogy pénteken kell elmenni egy halaszatlan dologra, és akkor esetleg elmarad.
minden ilyen változásról, ilyen jellegű változásról tájékoztatunk titeket Discordon. Szóval vagy azt, ha valami rendezvény azt kövessétek, közbe, pontosan, pontosan. Vagy az autózónra kell, mint tudom én, egész nap forgatnunk, akkor igen, nyilván valahogy meg kell. Eltoljuk a kezdési időpontot, vagy máskor bepótoljuk, vagy valami más. Tehát ilyenekről mindig tájékoztatunk titeket a Discord generálva. Oké? Okay? Szóval ezt megéri figyelni. Egészen erőteljesen dolgozunk azon, hogy ez így működjen is, tehát hogy a lehető legkevesebb változás legyen, és tényleg ti azt mondhassátok, hogy jó, tudom, hogy ma 4-től jönnek, tudom, hogy ma ennyi stream lesz, tudom, hogy ma nagyjából akkor jön, és, ahogy ismerem, és... Majd ezt kitapasztáltam. Ez így van, és így fel tudtok készülni arra, hogy mikor, milyen jellegű streamek, és hogyan és mi várható. Így sokkal kiszámíthatóbbak leszünk, és ez... Ez nekünk is jó, még igazából nem. Csinálnánk egyébként Twitch-en, ugye van ez a, ez a schedule menüpont, ahol ugye ki lehet rakni, hogy mikor mi lesz, de nem merjük, vagy... A maximum közös szín. A közös, igen, mert azt az tudjuk, hogy az akkor lesz. Igen, de ez de az meg... külön, az valamikor én sem tudom, hogy mikor jövök, tehát egy órával live előtt tudom meg én is, hogy akkor fogok rájönni, és akkor tudok live-olni. Pontosan, most is felveszik ezt a videót. Előbb akart kezdeni Kodi, de most ezután a videó felvétel után fog kezdeni. Szóval ilyenkor tényleg nem lehet ezt megtenni, hogy mindig így időre pontosan, mert hát valakinek megy, valakinek nem. Hát jó, ez legyen a mi szegénység igazolványunk, vagy hogy szokták ezt mondani. Ez van. Ezen kívül igazából már azt hiszem, hogy nagyjából majdnem mindent elmondtunk. Kár ezt tovább ragozni. Van rendszer, van egy nagyon jó közösség, van egy nagyon jó hely, ahol amit mi kialakítottunk, mi tényleg arra kérünk mindenkit, hogy adjon neki egy esélyt, és nézzen be, mert nagyon sokan pár nappal ezelőtt is láttam, nem egy embert, aki írta, hogy hát ez tényleg jó, az a Twitch, eddig vártam azzal, hogy átnézzük YouTube-ról ide, és nem bántam meg. Lehet, meg a fele társaság egyébként így van vele, aki átjött. Hát, hogy nem bántam meg. Az egész társaság. Vagy az egész. Aki átjött, hát aki már itt volt, az pontosan. De... Ja. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy lehet, hogy valószínűleg te sem fogod meg benne, hogyha átnézel, vagy hogyha még nem néztél át, de lehet, hogy igen. Ízlések és pofonok. Minden esetre, hogyha valaki tényleg most néz fel először, akkor a leírásban mindenféleképpen nézze meg azt a kis tájékoztatót, azt a kis segítséget, hogy mi hogyan is van ott. És akkor beszéljünk egy kicsikét arról a stream maratonról, ami egészen 16-ától 22-ig lesz, hogy mi is lesz itt egy 84 órás stream maraton. Ez egy olyan dolog, amit mi még nem csináltunk, de nagyon izgatottak vagyunk. Ez abból fog állni, hogy egy héten keresztül minden egyes nap 12 órás live-ot fogunk tartani. Ez eléggé embertelen, viszont mivel ketten vagyunk, így szerencsére egy kicsikét könnyebb. Nem fogjuk azt megcsinálni, hogy egybe lenyomjuk a 84-et, vagy a 24-et, vagy a 35-et, vagy a 34-et, vagy a 32-et, vagy a bármennyit. Nekünk se jó, meg mert egészségtelen. Egyszerűen nektek is, és nekünk is. Egész nap itt ülünk, hát még akkor... Igen, tehát nagyon-nagyon nem jó. És akármennyire is bennünk van a kis ördög, hogy meg kellene csinálni, mert tök menő lenne, nem fogunk csinálni, nem ér annyit. Pontosan, ezért így tudtuk megoldani. Tehát úgy fog felállni, hogy... Egy kicsit szellősebb lesz egyébként, szerintem így. Igen. Nem egybe minden, és akkor... Igen, meg más is jobban tud vele kalkulálni. Tehát, hétfői napon én kezdek 12 órásra, utána Kodi kezd, utána én, utána Kodi, utána én, utána Kodi, hol tartunk? Most járunk szombatnál. Igen. Tehát most szombaton pont én leszek. Pontosan, illetve... Vasárnap pedig egy közössel érkezünk, egy olyan közös 12 órás live-val, amik régen ugye közös 12 órás live-ok voltak itt a YouTube-on. Végig közös játékok lesznek, Forma 1, ARK, Farming Simulator, meg még amiket igazából majd addigra ki tudunk találni. Hát még soha nem csináltunk ilyet, nagyon durva lesz. Az biztos. Nektek is és nekünk program is. Program tervezhet így előre. Azt most még nincs, de... Nincs. De nagyjából akkor, amikor az a videó felkerül, igazából már szerintem napok kérdése is meg lesz. Tehát mindenféleképpen minél előbb ki fog kerülni Facebookra is, meg szerintem Instagramra is, jaj. Külön napokra lebontva, hogy melyik napokon milyen
játékok lesznek, milyen programok lesznek, így előre tudtok vele számolni. Azt tudjátok, hogy melyik nap melyikünk lesz, ez már fix, meg azt is, hogy melyik naptól meddig. Hát reméljük, hogy azért minél többen benéztek majd oda, reméljük, hogy tetszeni fog, és nem lesz ilyen világmegdöntő, világmeghódító dolog. Próbáljuk azt tartani, amit Twitch-en eddig is tartottunk, hogy mit tudom én, lesz egy 12 órás live-ban 3, 4, 5, maximum 6 játék, tehát nem annyira, és nem a legnagyobb durranások, nem a legújabb játékok. Igen, hanem amiket úgy szeretnénk elővenni, amikkel úgy szeretnénk játszani, és ezt majd láthatjátok tényleg belőle, hogy mindenki szerintem meg fogja találni azt, ami neki való. A PUBG-től kezdve az én retro játékaim, még minden meg lesz majd. Közös játékok. Mindig már, igen. Minden lesz. Rengeteg közös lesz majd, szóval lesz tartalom bőven. És egyébként is van. Szóval ez van most jelenleg, így mennek a dolgok. Sokat lehetne még ezekről beszélni, ezt meg is tesszük Twitch-en általában, eszmecsere gyanánt a nézőkkel. És igen, ott lehet beszélgetni a nézőkkel. Igen. Valaki meg volt lepődve, hogy beolvastátok a nevemet, meg felolvastátok, amit írtam. Igen, mert ugye amikor köszönök neki, akkor ugye felolvasom a nevét, és ugye köszönök neki, hogy névre szólóan. Az elején még egyébként, amikor beköszöntünk, mondjuk ez inkább nálad volt, akkor igen. végig soroltad, hogy szia, hello, igen, igen. Most már az kicsit sokan. Most már kicsit sokan. Volt ilyen is. Gyámar, de volt ilyen is. Még a legelején. Azért YouTube-on ez nem mondható el, hogy... Nem, hogy volt ilyen. Hogy ennyire közöttenek tudtunk volna lenni bármikor is. Tényleg... Ezért sem ajánljuk egyébként nektek. De minél több ember van, annál nehezebb ezt teljesíteni, de még mindig nagyon jól megy. Oké? Okay? Szóval... Próbáljuk azért ott moderálni a chatet. Amennyire is tudjuk. Szóval... mi haladunk tovább. Ja. Reméljük, hogy azért tetszik nektek, ami van, hiszen próbáltuk a döntéseinket úgy meghozni, hogy a ti érdekeiteket is legalább annyira szem előtt tartsuk, mint a sajátunkat. Ja. Ez van. Igazából van minden ugyanúgy, mint eddig. Live-ok, videók, az kevésbé, de lesz. Rajta leszünk. Most kicsit már be is vagyunk táblázva, úgyhogy ja. Ja, kicsit máshoz. Úgyhogy fejlődünk. Igen. Köszönjük, hogy még mindig itt vagytok velünk, már több mint 8 éve, jól tudom. De már kiszámolja. Nem tudom, halad már. De már kiszámolja, mert több mint 8 éve. Még itt akarok lenni egy jó ideig, szóval... Ha tetszik, ha nem, itt teszem. Hogyha tetszik neked a rendszer, meg a felállás, akkor nyomj egy lájkot ezzel jelez számunkra. Illetve kommentbe bármilyen véleményt. Elviselünk. Így van. Szívesen olvasom egyébként a kommenteket bárhol. Ja, legyen az egy anyád, vagy legyen az egy... Bármi. Legyen az egy... Azt fogsz kitörőjük. 10 soros, már nem törőjük ki. Mutatja a YouTube-ot. Illetve az is, hogyha egy ember 10 soron keresztül leírja azt, hogy mi a véleménye. Mindent várunk. Mindent ugyanúgy várunk. És attól még már Rákos a komment szekció. Elolvasom. Nyugodtan. Oda lehet kommentelni. Már nincs nagy komment, mert régen sokkal jobban tudjuk olvasni. Na. Hát. Ott találkozunk, meg itt, meg ott, meg mindenhol. Ja. Sziasztok. Sziasztok.